Sziasztok! Nemrég volt egy kihívásomban, egy számítógépet csináltam. Mark nem hitte el, hogy működik rajta a Far Cry 4, és kért gameplayt, úgyhogy ezt most megmutatom nektek, mert akkor ma nem ezt. Egy kis idő, míg betöltődik, és íme. Teljesen jó, igaz, minimum grafikán, de elfut rajta. Sziasztok! Ebben a videóban egy olyan szerkezetet mutatok, amivel pályák között lehet tárgyat átvinni. Pontosabban, ez így nagyon hangzatos, de igazából arról van szó, hogy megnyomunk egy gombot, legenerál belőle egy kódot, azt megadjuk a másikon, ami értelmezi, és azt szerint kapjuk meg a tárgyakat, tehát tulajdonképpen átmentjük a tárgyakat. Azért nem egy ilyen varázsmódszer, hogy itt most bármi ilyen összeállítást összerakok, és abból generál nekem egy kódot, hanem nekünk előre megadni, hogy mi mit jelent, és szóval nem olyan egyszerű. Többféleképpen lehet kódolni, hát először is el kell döntenünk, hogy hogyan szeretnénk tárolni. Én most megmutatok kettőt, ebből az elsőt használtam. A tárgyakat 2 hatványaihoz kötöttem, 2 a nulladikon, az azt jelenti, hogy van nálunk fakard, az az egy. 2 az elsőn a kőkard, 2 a másodikon, 2x2 az a 4, az pedig a vaskard. Ezt teszteli a rendszer, milyen kard van nálunk, és olyan számot ad a scorehoz. Tehát, hogyha 1 lesz a végén a score érték, ez azt jelenti, hogy fakard van nálunk. Ha 6 lesz, az 4 meg 2, azaz kő és vaskard van nálunk. Ha 7, akkor mind a 3. A másik módszer, ha 10 hatványaihoz kötjük például, illetve egy másik módszer, úgy mondom, többféleképpen lehet. Tehát mondjuk a tízesek helyén van az, hogy hány alma van nálunk, az egyesek helyén pedig az, hogy milyen kard. 1, 2, 3, fa, kő, vas. És akkor egy alma és a fa kard. Ha 0, az mondjuk akkor nincs nálunk kard. Ez mondjuk meg 2 alma, meg vaskard, 2-3. Ez a módszer ez arra jó, hogyha darabszámot kell tárolni, de arra meg nem jó, hogyha ugyanolyanból lehet nálunk több is. Tehát hogy is mondjam, például itt a 3-as ugye a vast jelenti, de jelenthetné azt is, hogy fa meg kő van nálunk. Tehát hogy is mondjam, ezeket a módszereket érdemes keverten használni. Almatárolásra pedig nem éri meg az, hogy 2 hatványaihoz kötöm. Ugye a 2 a nulladikon az 1 az mondjuk 1 alma, 2 a 2, a 4 pedig a 3. Ugye nem lesz nálunk egyszerre 2 meg 3 alma, ennek semmi értelme. Hát kiadhatod, hogy egyik szoton 2 van, a másikon 3, de igazából olyan nincsen értelme. Tehát almánál pedig a másik módszert érdemes használni. Na, ennyi bevezető után. Szóval én a 2-es hatványos módszert választottam, ami a kardoknál tök jó, hiszen egyszerre lehet nálunk akkor párhuzamosan, na, tehát többfajta kard, viszont az almákat is ugyanígy számolja, aminek már nem sok értelme van. Egy ládába összeraktam, miket számol, hogy milyen kard, na, milyen kard van nálunk, mennyi alma van nálunk, a sérülését, az aranyásónak, illetve XP-t, ezt a 4 dolgot számolja, és valami összeállítást össze kéne dobni. Mondjuk van nálam gyémánt, meg 2 alma. Jó, ha megnyomom a kódgombot, meg is kapom a kódját, 72. Itt a szintet lehet állítani, azt is megjegyzi. Jó, ezt most lenullázom, ez a clear, erre veszi a tárgyat, az XP-t, lenullázza a score-t. Tehát mintha most átmennék egy másik pályára, tök üres vagyok, csak annyit tudok, hogy 72. Ezt itt megadom ennek a rendszernek. Gyorsabb úgy, tízesével lehet hozzáadni meg el, illetve, hogy is mondjam, 10 hatványait lehet hozzáadni meg elvonni. 72, akkor plusz, plusz 100, levonunk 30-at, az 70, és még 2 egyes, 72, ugye erre kell kapnom, mit is, gyémánt kardot, meg 2 almát, kész, 2 alma, kiírja, ha kész, hogyha az a nulla, az csak azért van ott, mert, hogy a tesztelésből, hogy tényleg elfogja a score.
majd mutatom, hogy visszafordításnál miért. Jó. Még egy szemléltetés akkor. Ez jó nagy szám lesz. Minél több tárgy van nálam, annál nagyobb lesz a szám. Mondjuk így ezt az összeállítást, csak legyen mellé XP is. Most két szinten van, csak ez nem látszik. Legyen Adventure. Jó. Ezt már fel kell írnom, nem fogom tudni megjegyezni. Tehát három alma, két szint. Az ásó az hanyas ásó. A 14. Jó, 14. És az arany. Ennek a kódja, hát igen, jó van nagyobb. Na ezt kell felírnom. Jó, 133.264. És ez volt az összeállítás. Ezt kitörlöm, átmentünk egy másik pályára. 100. Igen, a beírás egy kicsit lassabb, lassú. 200. 60. Az egyszerűbb, hogyha levonok 4-et. És 4. Jó, hogy is volt? Még jó, hogy felírtam. A 14-es durability, 3 alma, 2 XP és az aranykard. Minden megvan. Jó, milyen ilyen lassú, sajnos ezt most remélem elhiszitek, hogy ez így működik. Csak azért ezek az ások vannak itt, mert csak ezekkel működik, tehát durability-re nem lehet tartományt megadni, csak egy pontos számot. Konkrétan ugye itt látszik, hogy 32 a maximum, tehát az azt jelenti, hogy 32 command block, hogy mennyi a durability-je, illetve 33, ha nullát is beleszámoljuk. Sőt, igazából le tudok spannolni negatív értékkel is, szóval határos csillagoség. Jó, persze nem valószínű, hogy a kalandpályán ilyet fog kapni. Jó, a kódolás hogyan néz ki? Menjünk ma a gombot, lenullázza a score-t, X legegyszerűbb. Ez is lenullázza, aztán van ez a négy ág, ez különböző dolgokat tesztelnek. Ez az ág a kardot, ez az ág a szintet, alma és az aranyású. És a végén pedig kiírja. Ja, ez a kiírás, ez egy tarot, és ennyi, hogy... Hát, na most nem megyek rajta végig, tehát így néz ki, hogyha a score-t szeretnék kiírni. Másolja le, akit ez érdekel. Jó. Úgyhogy hogyan is néz ki? Ezek ugye, mivel ez egy összeg, ezért egyszerre kaphatnak jelet, nem kell közéjük sorrend, repeater, ismétlő, nem kell semmi, egyszerre kapnak jelet. Úgyis egy összeg. Hozzáadom az X értékéhez egyet annak a játékosnak, akinek az inventoriában van fakard. Így néz ki a szintaktika. Egyes ugye a fakard, ahogy mondtam. Kettő pedig a kőkard. És így tovább. Kettő hatványai. Például az aranykard az a 16. Kettő a negyediken, ha jól számolom. De jól emlékszem. Az almánál ott például a három alma, így kell megadni, count B1, illetve B. Nagyon fontos, hogy ilyenkor kell a Minecraft 2-s pont, tehát ugye sok helyen el lehet hagyni, itt nem. Kipróbál. De nem. De most kipróbálom. Azt hiszem, kipróbáltam. De a countnál a B az biztos, hogy kell, azt tényleg kipróbáltam. Nem direkt. És annám három alma. De, működik, jó. Elhagyható itt is akkor. Akkor valami más volt, nem elhagyható. Mindegy. Majd eszembe jut. Aztán a szintnél. Így lehet. XP level. Ez a tagnek a neve. Igazából ennyi. Hanyas szint. Nagyon egyszerű. Ez az ötös szintnél ennyit ad hozzá. Kettő a nem tudom hanyadikon. Az aranyású. Nál. Itt a damage-nél. Itt a damage-et nézzük. Ugye ez az, ami lehet. Nagyon fontos, hogy nem ezt a... Most pont nincs nálam. Hogy nem ezt a számot kell nézni, hogy 8, hanem ez a 18. Nem, ez a 24.
Tehát itt pont azt adod meg, hogy mennyit sérült le, nem az, hogy mennyi van neki. Igen. Kicsit fordítva van a két dolog. Jó. Beírásnál ott a felső sor az mindig hozzáad annyit. Nagyon egyszerű. Az alsó sor mindig levesz. Ez a középső, ez aktiválódik. Ugye, hát akinek van egy kis rálátása a restonnál, az látja, hogy akármit, akármelyiket nyomok, ez mindig aktiválódik. Ez a kiírás. Pontosabban ide lerak egy reston blokkot. Ha negatívban mentünk, akkor lenullázza. Úgy van megcsinálva a rendszer, hogy tehát, hogy csak pozitív számok kellenek, és utána kiírja, ez ugyanaz a parancs. Igazából azt is meghivatkozhattam volna ide, na mindegy. Oké, a visszaállításnál, vagy a dekódolásnál, ott ebben egy set blokk van, ide lerak egy reston blokkot, és elindul ez az ellenőrzés. Ezek között sajnos kell a sorrend is kicsit lassú, mire végig ellenőrzi az összeset. Úgy kezdődik, hogy a legnagyobb az a 2 a 19-en. Az 524.288. Ha ekkora a score, vagy ennél nagyobb, az azt jelenti, hogy konkrétan mit kötöttem hozzá? Ez a legsérültebb ásó. Így kezdődik. Tehát ha ennyi a score, vagy ennél nagyobb, az azt jelenti, hogy ezt is hozzáadtuk. Ugye az összegben ez is benne van. Akkor ezt levonjuk először. És megkapjuk az ásót, na hát igen. Ha nincsen benne, tehát ennél kisebb a szám, az azt jelenti, hogy a kódolásnál nem adtuk hozzá, akkor megy tovább a jel, illetve mindenképpen megy tovább a jel, csak nem kapunk ásót. Aztán ellenőrz a következő hatványt, a 2 a 18-on. Ha az benne van, akkora vagy annál nagyobb ez a kód, akkor levonja, és így tovább. Tehát a végén nullára kell kijönni mindenképpen. Oké. Okay. Ha valaki nem értett valamit, akkor nézze vissza a videót, vagy kérdezzen ne kérdezzetek hülyeségeket. Ja, Isten, és most hülyeségeket fogtuk direkt írogatni. A kézikönyv óvjon.